Királynak megköszönni azt, hogy ma itt lehetünk ezen az ünnepen, és megteremtették hozzá a feltételeket és a lehetőséget. Miniszter úr, igazgatók főszerkesztőnek, főigazgatóknak, hölgyeim és uraim, tisztelt kollégák! Köszöntöm Önöket az év levéltári kiadványát így 2015. évi átadó ünnepségén. A díj elnyerésére a Magyar Levéltárosok Egyesülete immár harmadszor az elmúlt év novemberében írt ki pályázatot. Magyarországi közlevéltárak, a Magyar Nemzeti Levéltár tagintézményei, nyilvános magánlevéltárak, határon túli magyar vonatkozású hivatalokat őrző egyházi levéltárak számára. A díj elsődleges célja a levéltárak kultúra megőrző, kultúra teremtő szerepének, tudományos eredményeinek bemutatása, ismertetése, népszerűsítése. A levéltár intézmények szellemi műhelyéből kikerülő kiadványok középpontba állításával. A levéltár intézmények évente több tucat kiadványok gazdagítják a tudományos ismeretterjesztő forrás közül és szakmai kiadványok során. Ez a bő termés, úgy hiszük, hogy méltó arra, hogy bemutassuk és népszerűsítsük, a legjobbjait pedig díjban létesítsük. Megkezdve a díjátadó ünnepséget, szomorú kötelességem, hogy bejelentsem Cseré Miklós helyettes államtitkár úr, sajnos nem tud a körünkben lenni, mert a tegnapi nap folyamán az influenza legyőzte őt, és ebben a küzdelemben szolidaritásunknak számítszak, és sajnos nélkülöttük a jelenlétét. Elsőként szeretném megkérni Tétény Miklós volt emberi erőforrás miniszter, az UNESCO Magyar Bizottságának elnökét, hogy köszöntse a megjelenteket. Amelyről egyelőre csak sejtések,
legendárosabb munkának köszönhetően bizonyos támpontok olvashatók ki. Az egyetemes nyilatkozat a levéltárakról, ez a jövő örökletek ülésének Archives, mert a levéltárak nemzetközi tanácsának ülése Oszlóban 2010-ben fogalmazott meg, mert minden rémlapjuknak idén, majd az UNESCO 36. közgyűlése 2015-ben elfogadta. A dokumentum egyes részletei kiragadva így ír a levéltárakról. A levéltárak egyedülálló jelentősége, hogy autentikus formában őrzik meg a társadalmak fejlődését, az adminisztratív, a kulturális és az intellektuális tevékenységek tükrében. A levéltárak életfontosságú jelentősége a polgárok jogainak a védelme, a személyes és kollektív emlékezés megteremtése, a múlt megértése, a jövő cselekedeteinek a kiismerése érdekében a jelen dokumentálása. És a levéltárak sokszínűsége az emberi tevékenység minden területére kiterjed. És a nyilatkozat összefoglalóan kiemeli a levéltáraktól elvárt tulajdonságokat, amit az önök világát jelenti, úgy mint a hitelesség és érvényesség, ez az authenticity, a szavahihetőség, a megbízhatóság, a reliability, a tisztesség, a fenthetetlenség, vagyis az integrity, és a hasznosíthatóság, felhasználhatóság, és a usability. És a deklaráció kiemeli, hogy a levéltárakkal közel kell működniük az állampolgári felelősség kialakulásához, előmozdításához. És kihasználom ezt az alkalmat, hogy az UNESCO kommunikációs és információs szakbizottságának, amelyik már legközelebb áll a levéltárak működéséhez, rokon területen történő programjáról, egyik programjáról szóljak. A Szegedi Információ Történeti Műhely Zékarval és László szervezésében, az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság védnökségében, az első világháború centenáriumi emlékbizottság támogatásával 2014. október 8-án a Szegedi Informatóriumban rendezte meg harmadik szakmai konferenciáját. Címe az első világháború információ történetéhez. A szervezők a konferencia kísérő eseményeként annotált és tematikus fotógyűjteményt állítottak össze archívumi és hálózati helyre elérhető képekből, amelyek a nagy háború információ történetének valamilyen fontos aspektusát ábrázolják. Számomra a legérdekesebb volt, hogy postak a valam, melynek a mellén egy kamera felvevő volt egy évvel ezelőtt a hasonló ünnepélyes alkalommal a következők hangzottak el. A 2014, tehát az elmúlt év a vészkorszakra történő emlékezésnek az éve. Biztos vagyok abban, hogy a kis és nagy levéltárakban rejtőzkedő emlékek segíteni fognak abban, hogy hazánkban egyre többen a tények ismeretében lássák és érezzék át a 70 évvel ezelőtt történtek hihetetlen embertelenségét, szörnyűségét, és segíteni fognak abban, hogy minél többünkben szülessen meg a személyesen átélt, vagy másoktól felejthetetlen élményként hallott személyesen.